Sajtóhírek szerint az elnöki kegyelemmel kiengedett pedofil segítőt, K. Endrét, a szabadulása után presbiterré választhatta a Bicskei Református Egyházközség. A Balogh Zoltán, azaz Orbán Viktor lelkész által vezetett egyházkerület szerint, tehát egy olyan ember, aki megerőszakolt gyerekeket kényszerített hallgatásra, méltó lehet presbiternek. Ha ez a hír igaz, akkor K. Endre presbiterként akár gyermekek közelébe is férkőzhetett, végezhetett úgynevezett gyermekszolgálatot, részt vehetett akár gyermekek hitoktatásában is. Orbán lelkésze, Balogh Zoltán ezek szerint tényleg bármit megtehet, akár egy elítélt pedofil segítőt is visszaküldhet a gyermekek közé az elnöki kegyelem után. A demokratikus koalíció Balogh Zoltán, azaz Orbán Viktor lelkészének azonnali lemondását követeli minden egyházi pozíciójáról. Elég volt abból, hogy az orbáni pedofil hálózat részeként a Balogh vezette református egyházkerület egy pedofil segítőt mentegethet, és visszaengedheti akár a gyermekek közé is. Ha a pedofil segítő K. Endre valóban presbiter lett a Bicskei Egyházközösségben, arról Balogh Zoltánnak minimum tudnia kellett, de ennél is valószínűbb, hogy ő maga intézte a pedofil segítő kinevezését. Következmény nincs, kormányzati elhatárolódás nincs, bocsánatkérés nincs. Balogh Zoltán az orbáni pedofil hálózat részeként pedig szabadon folytathatja, amit K. Endre kegyelmének támogatásával elkezdett. A demokratikus koalíció szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy az orbáni pedofil hálózatot csak az Orbán rendszerével együtt lehet felszámolni. A kettő összenőtt egymással, és láthatóan Orbán Viktor sem tudná már szétválasztani, még ha akarná sem. K. Endre története világosan megmutatja, hogy milyen védelem jár a fideszes pedofiloknak az orbáni rendszerben. K. Endre börtönbüntetése még bőven nem telt le, amikor már hazamehetett házi őrizetesként. Az orbáni pedofil hálózat azonban itt nem állt le. Elnöki kegyelemmel véget vetettek a büntetésének, és tisztára mosták az előéletét is. Aztán, ha a hírek igazak, egyből presbiterré is tették a református egyházban. Világos üzenet ez minden gyermeknek, minden családnak. Ha fideszes vagy, akár pedofil bűncselekmények érintettjeként és elkövetőjeként is szabadon engednek, és tisztára mosnak, mert az orbáni pedofil hálózat csápjai bármeddig elérnek államon és egyházon belül egyaránt. A demokratikus koalíció éppen ezért Balogh Zoltán, azaz Orbán Viktor lelkészének azonnali lemondását követeli minden egyházi pozíciójáról. Elég volt abból, hogy az orbáni pedofil hálózat részeként a Balogh vezette református egyházkerület egy pedofil segítőt mentegethet és visszaengedheti akár a gyermekek közé is. Következmény nincs, kormányzati elhatárolódás nincs, bocsánatkérés nincs. Balogh Zoltán az orbáni pedofil hálózat részeként pedig szabadon folytathatja, amit K. Endre kegyelmének támogatásával elkezdett. A DK Balogh Zoltán Orbán lelkészének és volt miniszterének azonnali lemondását követeli minden egyházi pozíciójáról.